Na, eljött egy olyan nap, amikor csak bent lehet dolgozni, mert odakint szakad az eső. Mellékeld ábrán hófa se látszik, de a lényeg az, hogy most kívülről ugye rá akarjuk húzni a házra az kint, és mivel szakad az eső, nem kéne ezt erőltetni. Úgyhogy addig kicsit gondoltam, legózzunk itt benn. Dani szobájába az első bútordarabnak neki is álltam. Még soha nem vásároltam az IKEA-ban. Azt mondják, hogy kurva nehéz összerakni. Sőt, sírógörzs is kerülgetheti az embert. Hát én kibontottam a beszámozott dobozokat. Jelenleg szétválogattam az alkatrészeket, és már neki is álltam az ágynak az alsó főmerevítő részét összerakni. És el kell, hogy mondjam, nem volt gyerekkoromban semmiféle techniklegóm, meg ilyen készségfejlesztő szarjaim. Viszont kurva jó, mert csak követni kell a dokumentumot, a mellékelt ábrák itt vannak. Itt el is mondja az elején a doksi, már csak mutatom. Figyelj! A legelső oldalon megmutatja, ha még nem csináltál ilyet, és fogalmat sincs, látjátok a fejét? Fogalma sincs, mi a fasz folyik itt, az a kis X-el áthúzott faszi. Neki se állj! Viszont ha van két vigyorgó csávó, gondolom, hogy már haverok lehetnek, mert hogy mosolyognak, tehát hogy két emberes, akik már láttak ilyet, két ember kell keresni, aki már látott ilyet, és rakja össze, és akkor biztos nem baszod el úgy, mint az a muki, aki még nem látott ilyet, és ott már azt hiszem, hogy a faszát veri bele, ha jól látom. Na, úgyhogy itt a nagy kérdő buborékok jönnek, hogy hogy is tovább, tehát aki ilyet még nem csinált, neki is álljon, ezt mondja az ábra. Na most a büdös lófasz. Tehát itt van ez a szar, végig be van minden számozva, hogy a három dobozban lévő bútor darabokból áll ez a kompozíció, ez az ágy, és külön kibontva mindent le kell pakolni a szobába. Nem összebaszva, összekeverve, és utána a kis alkatrészeket is kibontjuk. Három különböző zacskóban vannak az alkatrészek, azokat utána szépen így le kell válogatni. Tehát tök egyszerű, ami hasonlít, azt egy kupacba kell tenni. Tehát minden külön kupacokba. Illetve van mellékelve hozzá ilyen kis apró szerszám az összerakáshoz, tehát még barkácsboltba se kell menni. Úgyhogy most jelenleg ebben a videóban hát túl sok minden nem lesz. A lényeg az, hogy itt van egy ilyen kihúzható egyszemélyes ágyikó, amit kihúzva két személy lehet két ilyen memóriahabos szivacsal formálni. Ez egy kurva jó kis ifjúsági ágy, matt-fehér színű, vagy fél-félfényes fehér színű, Flekke a neve. Úgyhogy végülis így kiterítve nem is sok darabból van. Annyira nem sok, tehát azért már láttam már karóvarjuk, de ezt összedobjuk szerintem simánba, és hát egyedül. Ezt az esős napot kihasználva most kezdjük az ifjúsági ágy összeállításával, Modein, IKEA. Hogyha elakadok, akkor meg úgyis biztos van a YouTube-on valami videó, de hát miért akadnék el, csak csavar meg szekkel hozzá, nem? Figyelj, de még a marháknak is meg van jelölve, keressed a lécet, de ne ezt, ne legyél hülye, abban a dobozban ne ezt keresd, hanem azt, amin pötty van. Hát még jó, hogy külön raktam ezt a kettő lécet, ezen van a pötyhe. Hát komolyan, a debileknek készült ez az IKEA cucc, esküszöm. Egy alakú, meg kell keresni azt, amelyikben 12 darab van ebből a fából. Ne a 13-as, a 12-est, meg is van. Körülbelül már fogja a csavaralú, meg ezt a tippit kell bele rakni. Na, egy rács balrú, másik rács jobbrú. Mindjárt össze lehet pattintani a kihúzhatós ágyikó. Néhány perccel később nagyon fajn. Egy ágy, dupla ágy. Na gyártsunk be a fiókot is. Zwei fiók ist fertig. Mehet be az ágy alá. Ne légy bele, buzerán. Már beszakad a fiók.